A műsor támogatója a cadenceclub.com, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság prémium élményt nyújtó partnere. Soha ilyen benfentes sétára nem indulhattunk, mint amire most készülünk a Csisztus Podcasttal. Szeretettel köszöntök mindenkit. Jól látható, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ, sőt a Vadonatúj Atlétikai Stadion már világbajnoki üzemmódban áll. Két különleges szakmabeli guide-unk lesz ma, méghozzá Gyulai Miklós, a Magyar Atlétika első ember, a szövetség elnöke, korábbi sprinter olimpikon, illetve öccse Gyulai Márton, aki a világbajnokság szervezőbizottságának szakmai vezérigazgató helyettese. Na, ők aztán mindent tudnak kulisszatitkokról, amit tudni érdemes. Tartsatok velem! Atlétikai stadion helyszín bejárást ígértem a Csisztus Podcast nézőinek. Ehhez képest a stadionon kívül kezdünk. Miki, Marci, mint kollégák és mint volt olimpikatársa, köszönöm szépen, hogy most kalauzoltok minket egy kicsit ezen a különleges kis kulissza bejáráson. De hát miért itt? Ugye nyilvánvalóan ez egy jól láthatóan melegítő pálya. Az atléta innen, oda indul majd el, amikor tudja, hogy az ő döntője következik? Ezen a világbajnokságon? Hogy lesz ez, fiúk? Nem csak a döntőre, de minden csapatot itt fogunk beléptetni. Az egyik legnagyobb nehézség, amit meg kellett oldani a VB kapcsán, az az, hogy az a telek, ahol a stadion elhelyezkedik, amit azonnal látunk majd, az nagyon nehezen megközelíthető. És a több mint 3500, közel 4000 csapattag, amiben vannak atléták, edzők, fizioterapeuták, orvosok, masszörök, ők erre a déli edzőpályára érkeznek, és innen egy csodálatos kis hídon keresztül átvisszük azokat, akik versenyeznek, a csapat többi tagja pedig majd gyalogol. Miki, itt egyébként mennyire kell komolyan venni egy atléta bemelegítését? Tehát nyilvánvalóan halvány emlékekben tudom, hogy van melegítő terem a tornában is, és van a versenyterem, a nagy aréna. Tehát itt tulajdonképpen a versenyző már mondhatni, hogy élesre állítja magát, vagy az azért ott következik be? Hát is, mert ami a legfő, kicsit visszább megyek, mert ami a legfontosabb az az, hát, persze ez a... Csak azért mondtam el, mert ugye még azért itt a utolsó simítások vannak, igen. És lehet hallani a gépeket. Szóval a tudatalatiában a versenyzőnek nagyon fontos, hogy hova érkezik meg. Mert nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag felszáll a repülőre, otthon eljön a verseny helyszínére, ő azért már a verseny lázában ég. És nagyon fontos az, hogy a környezet, ahova ő majd bekerül, ami nagyon sokaknak, a versenyzők majdnem 80-90%-ának új lesz, az milyen. Most ugye látjuk, hogy azért itt még dolgoznak, de azért ez egy olyan környezet, ami a tudatalattiban, a versenyzőben ott motoszkál mindig, hogy hova jövök, hogy nagy beton rengeteg, hogy fog ez kinézni. Most én mindig azt mondtam, hogy én nagyon sok helyen jártam a világba, de tényleg mindenféle hovatartozás nélkül azt mondom, hogy ez a környezet, ez párját ritkító, sőt, én azt mondom, hogy páratlan. Nem nagyon találkoztam ilyennel. Tehát itt már eleve egy jó érzés fogja őt fogadni, és amikor elkezdi majd a melegítést, amikor melegít a selejtezőjére, hatóvajább jut akkor a következő körre, aztán amikor már 8-an lesznek itt az adott versenyszámban, mondjuk a férfi 100 méteren, hogy a klasszikus számról beszélünk, és a döntőre melegítenek, akkor ő itt már ezt belakja, ő itt már jól fogja magát érezni nagy valószínűséggel. Az agya az már ott van 80-90%-ban, amit a stadionban kell csinálni, és aztán lesz egy pici útja, amiben még inkább rá tud hangolódni, és amikor belép a stadionba, onnantól kezdve pedig megszűnik a világ. Ezt akartam kérdezni, hogy nem hűl ki a versenyző, most elindulunk azon az útvonalon egyébként, meg majd még egy kérdés, hogy azért ugye ennek lesz majd egyéb haszna is, hiszen itt azért a magyar atlétika, gondolom, a világbajnokság után, hát azért bizonyos szempontból otthon talál. Hát így bizony, nem véletlenül az a neve, hogy Nemzeti Atlétikai Központ, tehát a magyar atlétika ugye most már több mint 125 esztendős, és azt kell mondjam, hogy először kap egy olyan területet, egy olyan otthont, ami nem volt a története során eddig, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy persze, természetesen mi ezt, amit mögöttünk van, ezt azért eléggé ki fogjuk használni, remélem. A versenyzőink, a következő generáció versenyzői, edzői, azok ki is fogják tudni használni ezt, és remélem, hogy jó sokan fognak itt felnevelődni majd a következő évek nagy versenyére. És nem ül ki a versenyző, ugye? Tehát tulajdonképpen bemelegszik, és akkor már csak egy picike útja van, ami igazából egyfajta koncentráció. Mi most gyalog fogunk átkelni ezen a kis hídon, de őket mi viszi majd?
mögöttem kerül megépítésre az a Kórum nevű sátor, ami az első szólító szoba, tulajdonképpen ott a kollégák összerakják a versenyzőket golfkocsikra, futamokra, selejtezőkre, döntőkre. Golfkocsikra? Wow. És kocsinként 8 versenyzőt viszünk át, az út az pontosan 3 perc onnantól, hogy fölült a versenyző, odáig, hogy leszáll. Annyi még kell is, hogy az ember úgy igazából fókuszba kerüljön. És a második Kórumnál, amit azonnal megmutatunk a stadionban, ott fogják ellenőrizni, hogy a megfelelő egyenruha van rajta, a cipője jól néz ki, a megfelelő futamba került beosztásra. Többek között az is, hogy nem túl nagy a szponzori megjelenés, hiszen ott is megmondja, hogy hány négyzetcentiméter lehet a Nemzetközi Szövetség szabályai alapján, illetve a futószámoknál ott kapják meg azt a rajtszámot, amiben beleépítették már a csipes időmérést, hiszen most már a World Athletics legújabb időmérő technológiája szerint élő eredményeket látunk, hány méter, hány centiméter a különbség a versenyzők között, ki a leggyorsabb, ki milyen sebességgel fut, ezt mind ott a stadionban kapják meg. Na jó, hát nektek... Válaszod a kérdésedre, igen, hogy kiül-e vagy sem? Nem. Ha kiül, akkor baj van. Akkor baj van, akkor nem melegíted be, akkor jó. Nem melegíted. Na jó, nektek természetetek a futás, nekem nem, úgyhogy inkább csak egy laza sétára invitálom magunkat. Átkelünk azon a, egyébként most nyilvánvalóan ugye a két létesítményt összekötő és erre a célra épült szuper kis hídon, ami majd a golfkocsikkal át lehet haladni, ami egyébként ugye autóforgalomra nem, kizárólag ugye erre a szállításra, illetve ugye a gyalogos átkelésre szolgál, egyébként egy nagyon kis csinos építmény, és pont ez lesz az a 3 perc, ami hát lehetőséget ad a versenyzőknek arra, hogy ahogy elhangzott, hogy a fókuszba kerüljenek. És aztán a VB után egyébként, ha már ennél a hídnál tartunk, akkor ez egy ilyen használható híd lesz, amit akár gyalogosan, aki esetleg ide jön időt tölteni, vagy akár kerékpárral. És ugye itt, hogyha azt tudjuk, akkor a Dunának ez a pesti oldala gyakorlatilag hát tólik, tehát innentől, vagy az északi oldaltól, akár a Dunakanyartól is gyakorlatilag kerékpárral. Szóbb Nagymaros lehet jönni és egészen idáig csorogni. Hát, aki érzi magában a lehetőséget, a kihívást, az yes, a hajrá, és egyébként tudjuk is javasolni. Szalmalaci országos csústartónk ide tud gurulni. Tudom, Nagymaroson. Jó barátom, ismerem onnan, úgyhogy szuper. Na hát akkor induljunk most a versenyhelyszín felé. Ugye, ahogy mondtam, mégiscsak stadion kulisszatitkokat ígértem. Olyan helyszínekre fogunk bekukucskálni, ahova amúgy egyébként a néző, a hétköznapi tévénéző sose lát be. Köszönhetően nektek meg, hogy ti itt vagytok. Hajrá! Golfkocsin gurulnánk, ugyebár itt már benn vagyunk a stadion, nem is azt mondom gyomrába, de majdnem. És hát itt azért már ugye lehet hallani a hangokat, itt már azért remélhetőleg teltházba érkeznek a versenyzők. Miki, most egy picit nézzük meg, hogy de kik érkeznek, hogyha a magyar csapat felől közelítünk, hiszen ugye a Magyar Atlétika vezetője vagy, mint a szövetség elnöke. És folyamatosan figyeltem ugye a felkészülést, és egyre jobb és jobb hírek jöttek arról, hogy szépen, fokozatosan bővül ez a válogatott, amelyik a világbajnokságon indulni fog. Igen, most ott állunk, hogy ugye 9 olyan atlétánk van, aki indulni fog a világbajnokságon, azt egészen biztosan ki lehet jelenteni, hiszen kiküldetési szinten rendelkezik. Okay. És ugye ezen kívül ugye a kvalifikációs rendszer megváltozása az azt eredményezi, hogy a világranglistáról is kvalifikálni lehet. És hát azért a magyar versenyzők zöme inkább majd innen tudja megoldani, vagy ezúton tudja megoldani a kvalifikációt. Most, amikor mi beszélünk, és ugye legutóbb zárult volna, vagy zártuk volna a nevezést, akkor 42 atlétánk vívta volna ki a jogot. Hát, hogy meg tudjuk ezt tartani, ezt nem tudom, mert azért a java az most jön, és a lényeg most jön, hiszen most jönnek a nemzeti bajnokságok, és azok azért elég fontos versenyek lesznek a következő 2 hétben. De én ez, még mindig... Ez egy szép szám, ez egy ideális hát ez felülmúlná a várakozásainkat. Mi a 30-35 közé lőttük be az indulói létszámot. Én nagyon bízom benne, hogy ezt fogjuk tudni tartani. Uh-huh. És ha már ez a... Igen. Bocsánat, csak... Hagy szóljak én hozzám, mint aki nem a szövetség vezetőségéhez tartozik, mert akinek az, hogy saját magát dicsére, szerintem az nem helyén való. Ez a világcsúcs kategória. Uh-huh. Tehát ez pont 2-szer akkora, mint bármilyen olyan csapat, ami az korábbi 10 évben
a magyar atlétikának rendelkezésére állt. Tehát 20 fő fölé nem nagyon tudtunk soha csapatot produkálni. Az elmúlt 15 esztendőben. Úgy, hogy azt ne felejtsük, hogy közben ugye azért a Nemzetközi Atlétika Brad Athletics ugye mondhatni, hogy egyre ugye prés alá vonta az indulók létszámát, tehát hogy azt tudhatjuk, hogy azért most már nem olyan bő az a kör, aki egyáltalán a világbajnokságon indul. Igen, mert volt egy kis szűkítés. Természetesen azért az igazsághoz, mert legyünk tényszerűek, hozzátartozik, hogy ugye rendező ország révén azért nekünk olyan lehetőségeink lehetnek, hogy egy-egy versenyszámban, annak ellenére, hogy nincs kvalifikált versenyzőnk, nevezünk. De a szakma azt a döntést hozta, hogy ez csak akkor történik meg, hogyha ha mondjuk nagyon közel van a célszámhoz a pontszámai alapján, ha azért van olyan eredménye, legalább kettő, amivel azért ide ebbe a stadionba be lehet lépni, és még akkor se lenne biztos, mert akkor is van egy technikai delegátus, vagy van egy zsűri, nem tudom, hogy ezt majd Marci mondja, aki vagy elfogadja, vagy nem a nevezést. Tehát ez a lehetőség azért ott van, de azt most tudom mondani, hogy azért nem ezt fogjuk kihasználni, és nem ezt fogja növelni. Számot tevően a valós módon jogos a létszámot, hanem igen. És hál' Istennek erre tényleg azt tudom mondani, hogy a megvan a lehetőségeink, megvan az esély, és nekem az is nagyon fontos, hogy most már nem feltétlenül csak a dobó szakág az, ami viszi ezt a történetet, hanem gyakorlatilag. Tehát akkor, amikor egy nő 800 méteren világbajnoki szinten rendelkező atlétánk van, az azért azt mutatja, hogy talán jó úton jár a szakma. Na, hát akkor ide belépni, ugye kitűnő eredménnyel lehet. Hál' Istennek nekünk, már nektek se kell ezt most megugrani. Úgyhogy akkor lépjünk be oda, ahol majd remélhetőleg a magyar atléták is átélhetik azt a hangulatot, ami szerintem minden sportoló életében az egyik legnagyobb vágy, hazai közönség előtt, a világ legnagyobb eseményén, gyakorlatilag a sportág világbajnokságán megmutatni, amit tudsz. Na hát ez az a pillanat, Mityi, Sydneyből milyen emlékeid vannak? Hát mégiscsak az olimpián ugye 400-as váltó kitűnő sprintereként ott voltál, tehát mennyire liftezik az ember gyomra, a kis pillangó az ilyenkor mennyire aktív odabent, amikor az ember ezt a perspektívát megtapasztalja? Hát igen. Amikor volt a megnyitó, akkor az Attilával, Zsivóckival, akivel egyébként Sydneyben együtt versenyeztünk, futottunk be, és ugye azért itt akkor voltak néhány ezren, és nagyon szép hangulatot csináltak, és így mind a kettőnkben ez a ez az illat, ami ugye a borításból jön. Ez sajnos nem érzik a tévénézők, de egészen elképesztő ez a... Igen, meg a hangulat, tehát egy kicsit ilyen déjà vu érzés, hát ott megszűnik a világ, tehát a Sydneyben ott közel 80-90 ezer ember tombolt éjjel-nappal az olimpiai stadionban, és amikor bevittek minket a 400 előfutamaira, akkor azért ott egy kicsit összement az ember. De azt mondom ennek ellenére, hogy ennél nincs, és nem is kívánt a sportoló szebb és jobb érzést. Nyilván van, mert ha esetleg éppen nyer, és hazai közönség előtt áll a dobogó tetején, és játsszák a himnuszt, az nyilván már, de hát az már a király kategória. Ez már cseresznye tényleg a legtetején ennek. Szóval ezt rá nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan fogják átélni minél többen a magyar atléták közül, mert egyrészt azt gondolom, hogy még az is, akinek véletlenül nem sikerül, nagyon sokat dolgozik érte és dolgozott érte, akiknek meg sikerült, ők meg megérdemlik. Úgyhogy, innen ki fog rajtolni? Kozák Luca? Nem, ő Kozák Luca egy picit előrébről fog rajtolni. Ja igen, mert ugye innen, nekik 100 végre. Innen reményeim szerint Szeles Bálint fog majd. Hát, hogy nem innen, hanem innen. Egész pontosan. Mert ez a 110 gátnak a rajtja. Egy picit akkor merüljünk annak a részleteiben el, Marci, légy szíves, és közben kesétálhatunk is, hogy az, hogy a sprint pálya tulajdonképpen éppen ezen az oldalon van, és éppen innen, ennek, ha jól tudom, ennek egyáltalán nem véletlenszerű az elhelyezése. Ugye menjünk közbe szerintem, nagyon úgysem voltam még soha. Nagyon kevés dolog véletlen ebben a stadionban. Sok-sok év tervezés és tanulmányút és odafigyelés és újragondolás volt abban, hogy ez a ház ez így néz ki. És itt Ferenc Marcék nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, akik tervezték az egészet. Én nem nagyon találkoztam még annyira alázatos és odafigyelő és változtatásokra kész művésszel, mert egy építész nekem egy művész, mint
mint ő és a csapata. Mikre gondolok? Az, hogy milyen irányba kell, hogy legyen a célegyenes, gondolok itt a domináns széljárásra, ami a Duna partján egy észak-déli irány, az nagyon-nagyon fontos volt. Az, ugye hogy éppen ez a... ma egy szélcsendes nap van, de hát azért itt simán fújhat a szél. De ezt, itt most te intézted a jó időt. Ha ezt a VB-re is meg tudod oldani, akkor én hálás lennék. Szóljatok, fiúk, semmi gond. A másik ilyen, az a lelátónak a közel, illetve távolsága. Nagyon sok stadionban világszerte, mondjuk VB-ket, olimpiákat szerveznek, elfelejtik azt, hogy azért a nézőközönség, aki itt van, legalább annyira fontos, mint a tévénézők a világ különböző pontjain. És az, hogy őket a lehető legközelebb hozzuk, itt Mikivel volt egy nagyon emlékezetes, nem vitánk, de beszélgetésünk egy jó pár évvel, mikor volt, az egy jó 3-4 éve lehetett talán, és végül mindenki megértette, hogy ha van rá lehetőség, akkor hozzuk őket közelebb. És így közel és a felére lehetett csökkenteni a távolságot. Ezt akarom mondani, hogy élmény szempontjából egészen elképesztő, szinte azt látja az ember, hogy szájról lehet olvasni, hogyha az edző nem tudom éppen hol ül majd, ugye ezt már többször beszélgettük, hogy nyilván megvan a kommunikációs kis mutogató, mondjuk így repertoár edzők és versenyzők között, de szinte hallani is lehet, bár nem tudom mondjuk azért a hangzavarban mennyire lehet meghallani egy edzői utasítást, de egészen hihetetlenül karnyújtásnyira vannak tulajdonképpen a legjobb pozícióban ülő nézők. Amiről Marci beszélt, az tényleg nagyon fontos. Nyilvánvalóan ugye, ahol egy világversenyt rendezel, ott azért ezt nehezebb megvalósítani. De hogyha ma már ugye az internet vívmányán keresztül bárki beüti például a Letzigrundot, vagy beüti az oszlói versenynek a helyszínét, akkor ott látja azt, amiről beszélünk, hogy gyakorlatilag a legszélső pálya fölött így belógva ütik a táblát, nem tudom mit, és hajtják az embereket. Tehát ez nagyon fontos. Iszonyú sokat hozzá tud adni a teljesítményhez, az eredményhez. Itt nyilvánvalóan bizonyos területeket meg kellett hagyni, de ez tényleg úgy néz ki, ahogy ki kell nézni, és ennél hát közelebb nem nagyon tudtuk volna megoldani, de én azt gondolom, egészen. Azért itt látjuk, tehát akit az első, második, harmadik sorba fog ülni, ő mintha ott lenne. Szepkó nyilván a World Athletics első embere, tényleg minden idők egyik legfantasztikusabb atlétája, tesztelhette ugye a gyerekek jelenlétében látványosan a pályát, amikor már ugye ez a borítás rákerült. Na de könyörgöm. Szóval, hogy mondjuk a 23 évvel ezelőtti emlékeidhez képest nyilván fejlődik a technológia, de mitől gyors egy ilyen pálya? Mesélj nekem. Hát persze attól függ kinek, mert ugye én futhatnék rajta, de én, nekem mindegy lenne. Én 1997-ben futottam először ilyen borításon, Athénban, a világbajnokságon. És abban a stadionban, még egy régi lebonyolítású VB volt, ott a 400-es váltó futott 39-30-at talán, amivel az égvilágon semmire se jutottunk. Egy dolgot elértük, hogy az amerikai váltót megvertük, na őket is csak azért, mert az első váltósnál eldobták a botot. Hát ez egy ilyen műfaj, de megvertük őket, és én ott futottam ilyen először, és aztán ahogy haladtunk előre az időbe, ugyancsak Athénban, egy egynapos viadalon futottam az egyéni csúcsomat 100 méteren, ami nem egy nagy idő, akkor az én örültem neki, és az is ilyen borítás, ugyanazon a borításon. És mi a különbség? Tehát mit és itt jön, én nagyon picit pontosítanék, nem szívesen javítom ki a testvéremet, ő egy ugyanilyen márkájú borításon futott az előző évezredben, és az egyéni csúcsát is. Az előző évezredben finom a hozzá. Ami a fontos, az az, hogy ezen a borításon 3 évvel ezelőtt még nem futottak. Tehát, hogy ez annyira új. Ez ugyanaz, mint bármi a technológia világában, mondhatjuk a Forma 1-től kezdve, teljesen mindegy, hogy mit, a televíziókat, amiken nézik az adást, vagy a számítógépeket, minden hónapban van valami új. Ezt a borítást, ezt a Tokiói olimpiára fejlesztette ki a Mondo cég, aki a Nemzetközi Szövetség partnere most már több mint 40 éve, viszont azóta folyamatosan tesztelik, fejlesztik, javítják. Akár ragasztóanyagot, akár az anyagnak az összetételét, van természetesen egy hitelesítési procedúra, ami megvan rá, de minden versenyről, amikor ezt hitelesítik, tesztelik és analizálják, akkor olyan adatokkal mennek tovább, hogy hol tudunk valamit javítani. Tehát ennyire friss és ennyire profi pálya, az itt van csak a világon. Tehát a cég borításán futottam, de ez tény és való, hogy ez mikor volt? De azt meséljük el, hogy miért fontos a cég, mert ez az egyetlen olyan cég a világon, aki egy szőnyegszerű, vagy szőnyeg alapú
borítást tesz le, az összes többi műanyag pálya, atlétika pálya, azt itt öntik ki magát a műanyagot, itt köt meg maga az anyag, és ezért teljesen más az összetétele, ezt előre legyártva hozzák, tényleg szőnyegszerű nagy göngyölegekben. Tehát nem érzed, tehát ha ezen most mezítláb sétálna végig, akkor egy problémán lenne, hogy valószínűleg meleg és forró, de alapvetően tényleg olyan, mintha egy ilyen szép és egy ízléses és egy ilyen nagyon kellemes padlókszőnyegen. Igen, picit lassabban jöttünk végig, mint hogy a futók fognak most itt, azért a célba beérkeztünk. Viszont ez azért egy nagyon fontos pont, ugye, mert hát végül is minden itt dől el a sprint számokban, ugye, meg tulajdonképpen a cél maga, ahol lesz majd ugye egy célfotó technológia. Ott. Balról a második ablak. Ott dől el minden. Tulajdonképpen Isten igazából azt hiszük, hogy itt dől el, de nem itt dől el, ott dől el, ugye? Ott van az a kettő célfotókamera, amit hoz a Nemzetközi Szövetség, plusz a túloldalon van még egy kontrollkamera, és a hosszú távú számoknál szemből van még egy kontrollkamera, de ez az a kis ilyen tükör, fekete, üvegszenű kis doboz, az időmérő szoba, ott kezelik az adatokat. Jól, mert ott az a szíve lelke az egésznek. Mi azt hiszük, hogy itt, de közben nem itt. Hát ott igen, ott helyezések dőlnek el. Sorsok gyakorlatilag. Sorsok, igen. És ha szabad megemlíteni, akkor a sorsoknak egy nagyon nagy része az büszkeségünk, magyar kolléganőnk Horváth Kriszti kezében van, hiszen ő a célfotóbíró. Ő az, aki behúzza majd szépen a vonalakat. Most azt már nem vonalhúzogatás van, most már a gép szépen megmondja, és ő rányom. De ő az, aki tudja, hogy amikor egy melbedobásnál megérkezik a versenyző, akkor a testének melyik részét hogyan kell nézni. Akkor ez az őspecialitása, tehát tulajdonképpen mi számít, hogy mindig lehet látni a futóknak ugye ezt a fajta testtartását a legvégén, a fejük mellük van legelő, nyilván nem tud a lábuk bizonyos szempontból. Tudna, csak az nem ér semmit, mert hogy a mellkas számít. Tehát most próbálom mutatni, tehát ez a sík, tehát a mellsíknak a ez számít, tehát hiába van már a fejem elől, vagy csinálom, mert sok ja, igen, szoktak ilyet is sokszor csinálni. És az nem biztos, hogy rossz, mert hogyha azt jól csinálod, akkor lenne. Mert ugyanak, akkor viszed előre. Így ja, értem. Akkor aha. Viszed előre. Tehát az a lényeg, hogy tulajdonképpen ez a torzó. Döntő, a torzó, tehát a testnek tulajdonképpen az a középső. Sífutásban, meg gyors korcsolyában, ugye a short trackban, ott látod, hogy beteszed a lábadat. Igen. Ott nem tudom, hogy lehet, ott talán a kötés eleje, szeret, hogy ott a kötés eleje, vagy a short trackben és a korcsolja, nem tudom, hogy. Ezt kinyomozzuk. De majd ezt addig kinyomozzátok, itt ez számít. Szuper! Átsétáltunk a stadion másik oldalára, és valóban úgy tűnik, hogy tulajdonképpen a hangsúlyok szempontjából mind a két oldalon, sőt, hát tulajdonképpen minden részén a stadionnak lesz látványosság. Lesz valami, amihez az ember nézőként úgy érezheti, hogy na most ez hozzám van közel. Ugye itt lesznek a távol, illetve a hármasugrás helyszínei. Amikor az időrendet készítettük, és nem volt egy rövid procedúra, az egy jó 3-4 évet dolgoztunk rajta a kollégákkal. Hogy milyen akkor sorrendben jöjjenek a versenyszámok egymáshoz? Hagyján, de hogy melyik napra, milyen sorrendben, és a stadion melyik részére. És amikor leütöttük az időrendet, ami egyébként szinte minden versenyszám valamelyik másikra hatással van, mert a Nemzetközi Szövetség nagyon törekedett arra, hogy napi szinten is ugyanannyi férfi és női versenyszám legyen, ugyanannyi ugró, futó, dobó versenyszám legyen, tehát hogy mindenben megpróbálnak egy egyenlőséget létrehozni, akkor arra is figyelni kellett, hogy a stadion mindegyik sarkába idézőjelbe, de tudjunk a nézőknek olyat adni, ami közelebb van hozzájuk, és ami élvezetes és látványos. Igen. És bocsánat, és emellé talán még az is egy fontos tényező volt, hogy ugye azért a hazai közönséget is figyelembe vegyük. Tehát elosztani úgy megcsinálni ezt az időrendet, hogy már az elején legyen miért kijönni, kiért kijönni, bizony. Aztán a közepén, és aztán a végén. Mert ugye azért itt egy 9 nap. Elején ez a dobókör itt viszonylag hamar. Ez elég fontos hamar, lesz. Igen. Hogy úgy mondjam, ez már a figyelem centrumába fog kerülni, ugye? Így van. A Lász Bencék. Így van, így van, és azért azt meg tudjuk, hogy mert tapasztalatból is tudjuk, hogyha jól indul egy világverseny hazai szempontból, tehát van eredmény, akkor az egy kicsit az úgy meglöki még a közönséget, illetve a közönség számot, hiszen azért erre fel fogják kapni a fejüket, hát, és akkor hoppá, hát miért nem vagyunk ott. Az a kellemetlen feladatod van, hogy mint elnök neked azt is el kell mondanod, mert már Halász Bencével nem tudtok, hogy itt forgattunk, hogy azért nagyon nagy remények vannak. Ugye Bence széles vállai viszonylag jól elbírják ezt a terhelést, de hát azt a csúnya dolgot fogalmaztuk meg vele kapcsolatban, ami egyébként gyönyörűen hangzik, hogy esély van a magyar atlétika első szabadtéri világbajnoki címére.
Igen, esély az van, de azért itt most azért egyrészt én nem akarok semmilyen plusz terhet az ő vállára tenni. A sport az egy ilyen szempontból persze lehet, hogy mondjam, esélyeket latolgatni, de mégiscsak egy kiszámíthatatlan dolog. Tehát ott 19-e első is be kell jutni a döntőbe, 20-án pedig majd az már megint egy másik történet lesz. Úgyhogy igen, készül, csinálja a dolgát, pontosan tudja, hogy van egy picivel több elvárás vele szemben, e tekinted, amit mondtál, de én bízom abban, hogy ő és a csapata, a macájék is tudja, hogy milyen érzés dobogón állni világbajnokságon, szóval össze fogják ezt rakni, és akkor, amikor jónak kell lenni, akkor én azt gondolom, hogy jó is lesz. Közben meg akarom kukucskálni, hogy itt ez lesz, ahova a homokba ugranak, ugye a versenyzők, ez ilyenkor még letakarva, mondhatni érintetlenül várja őket, aztán egyszer csak majd fölfedi magát, és... Több szempontból is rúgjuk a homokot. Az egyik az, hogy tiszta legyen, és érintetlen, és esetleg kóbor állatkák éjszaka ne érezik otthon magukat benne. Hiszen szabadtéren vagyunk, ezt sose felejtsük el. De a másik, mindkét irányba, az, hogy leginkább a hármasugrásoknál, de egyre jobban elterjedt az, hogy egy hosszabb nekifutásra, egy hosszabb rohamra vágyik valaki. Mm-hmm. És akkor azáltal, hogy a nekifutó másik végén is egy mondóborítást tudunk biztosítani, könnyen meg lehet hosszabbítani azt a nekifutást, illetve lesz ennek még egy fontos szerepe, az, hogy a férfi rúdugrásnak a döntője, Mondo Duplantisszal reméljük, hát igen. Augusztus 26-án este az ezen a helyszínen kerül majd megrendezésre. Ahol mi most állunk, ott egy rúdugró szivacs lesz, jobbra-balra. Jobbra-balra ilyen 6x9-es körülbelül, jobbra-balra a állványokkal, és a létszel, hát kicsivel 6 méter fölött, reméljük. Igen, én is próbáltam így fölnézni, hogy vajon hol lehet az, ami érzékelhez, hogy mondjam, szóval nem érzékeltethető, hogy igazából valóban milyen nagy is az a 6 méter. Nagyjából azt szoktuk mondani, hogy egy emelet az 3 méter körül van, tehát több mint 2 emelet magasra fog ugrani majd valószínűleg Mondo Duplantis. Mert ezt akartam mondani, hogy természetesen azért a magyar atlétákra figyelünk a leginkább, de hát itt világsztárok lesznek. És ezek szerint a stadion minden részén lesz majd valami olyan látványosság, és valami akkora sztár, akire érdemes lesz odafigyelni. Ezek szerint azok a szerencsések, akik itt ülnek majd 26-án, Mondo Duplantis ugrását láthatják egész közelről. Ugye ma már, mire adásba kerülünk, nagyon más a helyzet, de az első nap, ami sold out, ami ahol minden jel fogyott, az augusztus 26-a volt. És pont ez a része kezdődött a stadion szektorainak úgy megtelni, hogy egyértelműen látszódott, hogy a szakértő közönség megnézte, az az élő legenda, aki mindig szemtelenül fiatal egyébként a maga 23 évével, ő hol és mikor versenyez, itt. Igen. Az is egy érdekes dolog még, miközben azért picit még hadd sétáljunk, hogy érezzük ennek az egésznek a közelségét, hogy ugye szabadtéren vagyunk, itt is lehet látni, hogy ugye hol a felhők egy picit beárnyékolják a versenyteret, hol teljes, totális napsütés lesz, de jártunk már itt pont éppen Halász Bencével, amikor egy nap szakadt az eső, ezek ugye mind-mind hatással lehetnek a versenyzésre, de még mi minden? Például ugye a fejünk fölött, mintha egy légifolyósó lenne, azért percekként ugye ellen repül egy repülőgép. Nem mint, sőt, ha bocsánat, Zsuzsi, pont az van. Na, sajnos nem. Pont a közepén igen. Vagyunk, erre figyelni kell. Ezt akarom mondani, hogy ez egy feladat, amivel a szervezői oldalról, sőt én néha még a hévet is hallom kotyogni a háttérben, ugye itt megy el a hév, nem messze mellettünk, hogy ezzel foglalkozni kell szervezői oldalról? Ha hiszed, hanem van egy munkacsoport arra, a Stajcs Püstiék vezetésével, akik a Hungarokontrollal egyeztetik, most is ott van, tökéletes időzítés, akik a Hungarokontrollal egyeztették, és megvan percre pontosan az, hogy melyik nap, mikortól, meddig kérjük azt, hogy ne ebbe az irányba szálljanak fel a gépek Ferihegyről, vagy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Ez komoly? Tehát mondjuk egy döntő, egy 100 méteres döntő rajtja előtt, amikor pisszenés nem lehet hallani, Zsuzsi, nyilván Magyarország óriási, zavaró valaha volt lenne. Legnagyobb sporteseményéről beszélünk. Nem fér az bele, hogy akkor megy el, nem tudom én, valamelyik légitársaságnak a gépe, esetleg az a pilóta máshogy száll fel, esetleg nagyobb gázzal, kisebbel, később vagy hamarabb húzza fel, ez lehetetlen. Ilyen nincs. Ez komoly. Képzeld el, hogy a testvérem számon kérni rajtam. Számon ki hogy teljesítette meg Zavartaira? Hát most nem. Egy nagyon ez nagyon izgalmas, nagyon, amikor egy nagyon, közül. Egy nagyon nem biztos, hogy ide fogok példát fogok mondani. Az, hogy igaza lenne. De nagyon régen. Még a messzi-messzi galaxisban mondhatnám. Debrecenbe. Még a múlt évezredbe. Az életem második magyar bajnokságán versenyeztem. És 400 méter
döntő, bejutottam a döntőbe. És azt tudni kell, hogy az Olá Gábor utcai sporttelep mellett ma már ugyan nincsen, de akkor volt egy állatkert. És ebben az állatkertben valahogy úgy alakult a Csacsinak a sorsa, hogy gyakorlatilag a legelső ketrecet kapta a pályához legközelebb. Betérdeltünk annak rendjes módja szerint. Indítóbíró vigyázt vezényelt. Feljöttünk, és egyszer csak egy hangzott el a Csacsi. Valószínűleg szurkol, én nem tudom, vagy éppen etetés volt. És hát ott mindenki összecsuklott, összeesett, a futók is hangos nevetésbe törtünk ki. Na most, igen, tehát igen. Erre oda kell figyelni. Igen. És most ez nem Csacsi, meg nem állatkert. Világos, persze. Kicsit, egy kicsit story, nagyobb, hát kedves egy... sztori, kicsit nagyobb, nagyobb hangot csinál, de most a második jön, igen, el. Igen, tehát igen, erre oda kell figyelni. Nincsen köze a Csacsinak a Gyula István stadionhoz, amióta egyébként azóta hívják a létesítményt, ez teljesen véletlen egybeesés. Én a csapatokról elnevezve természetesen. De komolyra fordítva a szót, igen, erre is kell figyelni, ahogy a hévre is kell figyelni, ahogy a dunai hajójáratokra is kell figyelni, mert egyszerűen itt emberi sorsok, karrierek, életek dőlnek el, akkor, hogyha esetleg máshogy alakul. Akár egy repülőgép felszállás miatt. No, hát, ha már édesapátok szóba került, Gyula István, aki most már ugye ennek a stadionnak a névadója, természetesen azt gondolom, hogy egy olyan személy, akiről mi magunk között is már beszéltünk abban az értelemben, hogy valószínűleg nem csak a világbajnokság, de ez a létesítmény is. Az ő aktív munkája, az ő nemzetközi atlétikában elfoglalt helye miatt sose születhetett volna meg. Én ezt kimerem mondani, talán nekem szabad. Miközben azon túlmenően, hogy itt kezdte a pályát, a nagy közönség számára igazából a kommentátor állásban lett híres, úgyhogy vezessen most az utunk oda, egy kicsit nosztalgiázzunk most ebben a tekintetben róla. Úton a kommentátor állások felé, ugye ez egy hálás-hálátlan folyosó, ugye ez az úgynevezett MIG-zóna, a vegyes zóna, ahol hát annak a sportolónak is végig kell jönnie, akinek esetleg nem úgy sikerült, reméljük ebben minél kevesebb lesz, és persze nyilván annak a sportolónak is, akit alig vár már a riporter, hogy az első kérdését feltehesse. Hát ezt gondolom, te is ismered ezt az érzést, amikor az ember itt, hát igen, megáll és volt nyilatkozik, szerencsé. Fáradtan, hevülten, lihegve. Igen, és bár nehéz nyilván, de ez azért jó, mert a néző, a tévénéző, az itt kap egy olyan tájékoztatást és egy olyan szituációt a versenyzőről, amit sehol máshol. Mert nyilván ugye a célba érkezést követően, függően attól, hogy a teljesítmény azt ő maga hogy értékeli, vagy a közvélemény hogy értékeli, ez azért nagyjából nem szokott eltérni egymástól, ott ugye azért egy ilyen erős feszültséget, vagy egy erős boldogságot tud adni. Reméljük, hogy minél több boldog arcot fogunk majd látni ezen a folyosón, amikor nyilatkoznak, magyar versenyzőt is, illetve nemzetközi versenyzőt is. Úgyhogy igen, ez egy tehát itt tudjuk a leginkább átélni azt, mi nézők is, vagy akár kommentátorok, vagy akár riporterek, amit a versenyző éppen abban a pillanatban megél. Ez tulajdonképpen egy picit olyan, mintha a helyükben lennénk. Ez az a pillanat, amikor belőlük kapunk igazából valamit. Igen. Volt erre példa számtalanszor, hogy még akár a riporter is elsírja magát. És ugye vezetőként ugye nekünk megvan a helyünk, ugye itt is meg lesznek majd a helyek, és már az elején tudják, hogy egy adott nációnak az elnöke, nem tudom én, az amaz, vagy szövetség kapitánya, vagy sportigaz, stb. Hol van. És mutatják a rajt pillanatában, és eltüntetják, és aztán amikor beér a célba. És emlékszem, hogy azt a versenyt Marcival, Spirjev Attilával néztük végig, és befutott, és én mondtam, hogy harmadik. És az Attila így visszafogott, állj, még ez benn biztos. De én már, és volt egy ilyen válogatott póló, és én már téptem le magamról, és azt egyszerűen kiírták, na akkor én olyat ugrottam ott a londoni stadionnak, nem tudom melyik lelátóján, hogy majd leestem, úgy kellett visszafogni.
Hát igen. Tehát ezt, formában ezt... vagy hasonló ugrásokra készen vagy most Budapestre is? Ezen nem fog múlni. Tehát ezen nem fog múlni. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát ez egy nagyon, nagyon, tehát ez a folyosó az, ami a leginkább visszaadja az adott pillanatban, közvetlenül a verseny után azt, amit a sportoló érez. Megérkeztünk egy nagyon izgalmas helyre, a kommentátor állások egyikébe a sokból, és azt kell mondanom, hogy ez egy olyan pozíció, amely minden tekintetben kötődik valahogy a múlthoz. Én nekem még volt szerencsém édesapátok mellett dolgozni, már elsősorban a torna közvetítéseken, mint szakkommentátor, de hát te ültél ilyen helyen élőben, közvetítettél atlétikát, te műsorközlő is voltál. Szóval, amikor egy ilyen kommentátor álláshoz közelítetek, akkor nyilván az ember átlényegül sportolóból újságíróvá, de mégse teljes egészében. Szóval mi ugrik be elsőre ilyenkor, Miki, neked? Hát nekem egy közös élmény ugrik be, és ez nem világverseny volt, hanem még a Golden League. Tehát ugye most Diamond League-nek hívjuk, tehát az egyel előző éra vagy fejezet, amit ugye Golden League-nek hívtak, ez 6 versenyből állt, a szezon kezdetekor volt 3, utána jöttek a világversenyek, aztán a világverseny után volt 3, és ott, ahol én dolgoztam, ott nagyon odafigyeltek arra, hogy sok színű legyen a történet, és ezért ezt a jogot ezt megszerezték. Viszont az volt az egyik feltétele a helyszíni közvetítésnek, hogy csak akkor tudják ezt ők biztosítani, hogyha én rábeszélem aput, aki akkor már több, sok-sok éve nem közvetített atlétikát, hogy neki muszáj lesz beülni a kommentátor állásba és közvetíteni. Hát nekem több se kellett, azonnal hívtam, hogy képzeld. És hát ismered őt, ha televíziózásról van szó, ha kommentátorkodásról van szó, akkor azért nem úgy van, hogy persze. És az első mondat az volt, hogy kisfiam, én nem tudom, mikor közvetítettem utoljára atlétikát, hát hogy gondolod te ezt? Szó se lehet róla, ugye? Hát nem. És akkor jöttek a különböző, de hát elveszett tőlem ezt a lehetőséget, tehát a Letzigrundra kiülni, Párizsba, Brüsszelbe, tehát Na mindegy, és akkor aztán persze nyilván sokat az időse gondolkodott, és természetesen azt mondta, hogy rendben van, és el is vállalta. És akkor végülis a kompromisszum az lett, hogy ő mindig kiválasztott 3-4 versenyszámot, és akkor azt közvetítette, és az tényleg egy fantasztikus élmény volt, mert hát mi rajta nőttünk föl, tehát én gyerekkoromban, hát hány atlétika eseny, és hát mintha nem múlt volna el az idő. Na te is benne voltál ebben, Nyaking Marci, szóval... Én egy picit más szerepben voltam ezeken a lelátókon mindig, ami nekem legalább mekkora és hasonló élmény. Ha más nem mondjak, az a bizonyos 958-as Usain Bolt világcsúcs, amit Berlinben futott, akkor mellettem lévő Gary Hill nevű úriember volt a helyi műsorközlő, akkor engem pont egy ügyességi számra osztottak be. De ugyanezekben a sorokban lesznek Varga Gáborék, akik a helyi event presentation irányításáért felelnek, kvázi, ők a karmesterei egy ilyen világbajnokságnak. Az, hogy mikor ki beszél, az, hogy mikor milyen lámpát kapcsolom fel, mi kerül ki a kijelzőre, milyen hang szólal meg. Ez egy óriási show. És én mekkora felelősség, Zsuzsi, azt képzeld el. A tévével egyeztetni, készállnak-e a kamerák a bemutatáshoz, ahhoz a négyes pár, ahol Szeles Bálint majd fut például. Tehát egy hihetetlenül fontos karmesteri szerep. És ebben... Hiszen rengeteg minden zajlik egyidejűleg, ugye? És mindenkire figyelni kell, arra is figyelni kell, hogy az itt helyet foglaló kommentátorok ugye ezerféle nyelven fognak egyszerre ordítani, vagy éppen bosszankodni, vagy itt... tehát hogy itt ugye azért nagyon-nagyon sok minden történik, és mindenkinek az érdekére szervezői oldalra gondolom figyelemmel is tekintettel kell lenni. A versenybírókat összehozni a tévéképpel, a közönség mit reagál, ha van egy kabola figura, őt be lehet engedni a pályára, vagy éppen nem, és akár 4-5-6 versenyszám is egyszerre lehet, hogy élőben zajlik, ott éppen mi történik, hol van egy olyan kísérlet, amit meg kell mutatni, hol hagytak ki egy magasságot, hihetetlenül összetett. Ez a legnagyobb varázsa talán az atlétikának, és a legnagyobb kihívása is, hiszen ennyi irányba figyelni mindenkinek lehetetlen. Igen, és hát ugye ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor azt mondtátok, hogy édesapátokon, meg ugye azon az érán nőttetek fel, és mi mindannyian, és azt gondolom, hogy az atlétikai közvetítések talán a sok-sok egyéb sportág mellett, amit ő kitűnően csinált, valóban, hát
érdekes és izgalmas szállóigékkel is gazdagabbá váltak. Szokták nektek ezeket emlegetni? Azért mondjuk egy kettőt, hármat el ezek közül, amelyek hát bizony abszolút gyulai örök. Szerintem fejből tudjuk a nagy részét, de és ezt sokkal jobban fogod tudni ezt is, mint én, mert azért úgy kerek a történet, hogy ezeknek nem mindegyike ment adásban. Ezeknek egy része az a mikroszkóp színpadon hangzott el, de apu nevéhez köthető azért. Hát igen, volt egy-két ilyen történet. Meg nem mondom, melyik esemény volt, de hát ez 80-as évek. Női 1500 döntő. Most nem tudom, hogy ez a VB. Szerintem nem erre gondolt a Zsuzsi. Ha nem? Hiszem a gerelyhajítás. Ja, a másik az a műkorcsajával. Igen, a finnel kapcsolatos. Ja, hogy a finn gereje, messzire száll a finn gereje. Hát ezt kicsit gyorsabban, meg összetettelben mondjuk, akkor az kedves nézők valószínűleg elmosolyodnak. Igen. De én akkor hadd mondjak mást. Mert volt egy, meg nem mondom, hogy olimpiai, de hát, hogy egy 83-as VB döntő, és női 1500, és egy befutó, hogy bizonyos Tatjana Szamojenko, aki akkor a maga korának az egyik legjobb 1500-asa volt, az tényleg egy fantasztikus versenyben megnyerte ezt a történetet. És a dolog úgy nézett ki az utolsó 200 méteren, amikor Tatjana Szamojenko megérkezett a hajrához, és tényleg nagyon okosan csinálta, hogy apuból kitört, itt már körülbelül 60-70 méterrel a cél előtt, hogy hát hogy tud egy nő ilyen okosan futni? Ezért na ma most megköveznék, hogy olyan világot élünk. Hát akkor is. A magyar nő tanács az azonnal a kirúgását követelte. Jézus. A magyar televíziótól. És persze nyilván ezt aztán utána a maga kedvességével, meg a maga pedagógiai érzékével, meg empatikusságával ő ezt lekezelte, és jézus, nyilvánosan is valahogy bocsánatot kért. De például azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a apu második feleségét keresztneve Krisztina, és volt egy bizonyos Limford Kriszti nevezetű úriember, aki egy felett pályás Európa bajnokságon versenyzett, és a 60-as döntőt megnyert Limford Kriszti. És a vége az jött, hogy hát mit tud ez a Kriszti? és ez egy üzenet volt nyilván haza, mert ugyanis apu sokszor csinálta azt, hogy ugye tudta, hogy nézzük, hogy ezt ma már nem lehet, mert nem, de akkor ugye egy televízió volt, és mit néztük, és akkor mindig egy-egy ilyen kis üzenetet elrejtett a közvetítésében, ami vagy Marcinak, vagy nekem, vagy éppen akkor. És felismertétek, szó, hogy szól az üzenet. És akkor igen. Úgyhogy igen, hát ezek ott voltak, de ezek kvalitásbeli kérdés is, és azért, mert lehet ezt erőltetve is csinálni, az nem jó, de amikor ott van és ül, és bizonyos emberek értik, hogy miről szól ez az egész, az jó. Nézd, nehéz nyilvánvalóan sok szempontból egy ilyen, hogy mondjam, múltat folytatni, ti méltó utódjai vagytok ebben a tekintetben, és ugye a család többi tagját is azért természetesen említsük meg, akik mind a maguk nevében azért kötődnek az atlétikához, meg szeretik. De talán érdemes egy összefoglaló gondolatot szerintem itt, ha most így szétnézünk ezen a csodálatos helyszínen, ami most még nem telt meg élettel, de pár hét múlva meg fog, hogy ez azért az a fajta gyulai örökség, amit a tragikusan fiatalon távozó édesapátok után azt gondolom, hogy talán megérdemel ez az ország? Nem tudom. Azt tudom, hogy ez az egész esemény és ennek az ide hozatala és az ide jövetele az nekünk azért jelent egyfajta elégtételt is. Sok helyen elmondtuk, részleteiben talán hosszabb lenne, de ugye itt azért volt már korábban pályázott világbajnokságra, 2005-ös VB-re. Az elég dicsitelen módon ért véget a mi szempontunkból. Az apuk nagyon megviselte. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha eszemüvegen keresztül nézzük, akkor igen, ez nekünk nagyon fontos. De menjünk tovább és nézzünk azért ezen túl, ez nem csak nekünk fontos, ez az egész országnak, a magyar sportot szerető közönségnek, az embereknek, ez mindenkinek fontos. Nem sűrű lesz, hogy itt atlétikai világbajnokságot fogunk rendezni, és nem azért, mert nem csak meg hozzá minden, hanem mert ez a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, amit nem csak mi szeretünk megrendezni, hanem még sokan a nagyvilágban. De azt gondolom, hogy ha ez úgy sikerül, és már pedig ez úgy fog sikerülni, ahogy sikerülnie kell, akkor ez a nem csak a magyar nemzetközi sport történelembe is, én nagyon bízom, hogy aranybetűkkel fog bekerülni.
Marci, mit mondaná apu? Én egy picit máshonnan közelíteném meg, én a kocka emberként, fekete-fehér, igen, nem, én a statisztikáknak, meg a számoknak vagyok a nagy híve. Kevesen tudják valószínűleg a kedves nézők közül, hogy apu 84-ben lépett be a Nemzetközi Szövetségnél tanácstagságba, Los Angeles-i olimpián látott a Sírkaja bácsi, dr. Sír Józsefet, viszont ő már az előtte levő jó pár esztendőben azért sportdiplomáciai szinten ott volt a nemzetközi atlétikai életben. Rendezvények megnyerése, elnyerése, megszervezése, ez az egyik legerősebb pontja volt apunak. Magyarország, az a 125 éves, most már 126 esztendős Magyar Atlétikai Szövetség 1983 óta mindent megrendezett és mindent megnyert, amit lehet rendezni. Európai és világbajnoksági szinten, fedett pályán, szabadtéren, mezei futásban, korosztályos, minden világverseny volt már ebben az országban. A junior VB az egyetlen kivétel, de az egy nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, igazán különleges esemény. Apu azt gondolom, hogy mindegyik esemény elnyerésében oroszlán szerepet játszott egészen haláláig. Amit utána rendeztünk, egy mezeifutó EB és egy U18-as EB, egészen biztos vagyok benne, hogy a gyulai név és az ő múltja az nagyon sokat nyomott annak a pályázatnak a sikerébe. Ebbe is. Én azt gondolom, hogy ezzel komplett az a rendezvény szervezési lehetőség és repertoár, amit Magyarország tudott. Az út, amit ő elkezdett. Ő ezt megnyerte nekünk, és én szeretném azt mondani egy pár hét múlva, hogy mire megcsináltuk. Legyen így. Sok sikert. A gyulai fivéreket elengedtem, hiszen mind a kettőnek igen sok dolga van még a világbajnokság rajtjáit, de annak örülök, hogy velem tartottatok és megmutathattuk a vadonatúj atlétikai stadiont most már világbajnokság üzemmódban. Ez lesz tehát az a helyszín, ahol a világ legjobb atlétai remélhetőleg teltházas közönség előtt mutatják meg életük legjobb formáját. Tartsatok velem legközelebb is a YouTube, illetve a különféle podcast felületen, illetve a TV2 csatornáin. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház, a Primus Labor. A műsor támogatója a cadenceclub.com, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság prémium élményt nyújtó partnere.